A Cegléd-Berceli Művelődési Háznál és a település szabadidőközpontjánál is kamerákat helyeztek el, ezek környezetében pedig ingyenes wifi elérhetőség van. A nyilvános internetpontok és a kamerarendszer része az Okos Falu programnak, amelyhez Cegléd-Bercel csatlakozott. Az informatikai és telekommunikációs kiépítést az Invitech Solution cég segítette. A cél, hogy a kisebb településeken élők számára is nyitottak legyenek a digitalizáció előnyei. Az Okos Falu program kiváló lehetőséget nyújt a közbiztonság javítására is, tudtuk meg a polgármestertől. A cég olyan technológiát dolgozott ki, közvetlenül a rendőrség egy számítógépről a megadott jelszóval fölmegy, és akkor vizsgál, akkor ellenőriz, akkor néz bele a rendszer, amikor kell. A telekommunikációs fejlesztés fontos része, hogy Cegléd-Bercelnek saját mobil applikációja lett, amelyet bárki ingyenesen tud letölteni okostelefonjára. A fiataloknak, a középkorúaknak és az idősebbeknek is számos hasznos információ található az alkalmazás menüjében. Legyen szó az orvosi ügyeletről, a község híreiről vagy a közelgő kulturális eseményekről. Mindenki számára, aki belemegy, mindegyik menüpontja, mindegyik programajánlója egy újdonság, mert más, mint az internet, más, mint a honlap, más információt kap, értesít. Tehát ugye akkor kapok információt a laptopon vagy a számítógépen keresztül, amikor kinyitom. Ezen keresztül meg csak pittyen egyet a zsebembe. Az Okos Falu program óriási lehetőség, hogy a kisebb települések is lépést tartsanak a kommunikáció fejlődésével, mondta a polgármester. Török József hangsúlyozta, céljuk, hogy az applikációt a turizmus fejlesztésére is felhasználják, és természetesen a helyi vállalkozók népszerűsítését is segítsék. Régi vágy és elképzelés, hogy a ceglédi termálfürdő, a szálloda, a borászaink, ugye itt van egy zászlós hajó, tehát ugye Cegléd központtal, ennek a farvize mellett egy kis csónakkal Cegléd-Bercelnek is föl kellene majd a turizmus oldalára kerülni, ebből is egy kicsit a vállalkozásainkat megerősíteni, ezzel is egy kicsit hozzájárulni a térségnek azon gyöngyszemei, ami Cegléd-Bercelnek is megvan. Az ingyenes applikáció egy hónapja működik Cegléd-Bercelen, és nagyon jó visszajelzéseket kap az önkormányzat. A gyorsan elérhető hasznos információk mellett pedig az ingyenes wifi elérhetőség is népszerű, mondta a polgármester.